Itt vagyunk Záhonyban Jónás Tiborról, az Országos Római Önkormányzat országos képviselőjével, aki a mai nap élőben jelentkezett be a Záhonyról, ahol az ukrajnai menekültek megérkeztek. El tudom nekünk mondani, hogy mikor kezdődött itt meg a menekülteknek az érkezése, illetve hogy hogyan szerződött meg itt a menekülteknek az ellátás a Záhonyban? Hát ez ilyen 7 óra felé jött az első vonat, és láttunk a szerveződést több lányba, és úgy gondoltam, hogy el kell jöjjünk és segítenénk, amivel tudunk a térségben. Főleg itt, mivel 6 kilométerre lakok innen. És nagyjából hányan reagáltak erre a megkeresésre, hogy segítenek a menekülteknek? Hát még mindig pittyeg a telefonom, szerintem nem akarok mondani, de 5000-en nézték, úgyhogy szerintem vagy 10000-en biztos. Hát 5000-en élő videóban követték azt, ahogyan megérkeznek a menekültek. Igen. És nagyjából hány menekült haladhatott át itt az Záhony állomáson? A polgármester azt mondta, hogy ugye 6 vonatpár érkezett, 480 főbefogadó képességűen 3000 emberrel számolt. Rajtuk kívül más utakon hányan érkezhettek? Azt nem tudjuk, mert nem figyeltünk figyelemmel. Nem tudjunk, tudom, hogy az Záhonyi határátkelőn és az ukrán határ kocsival 5 kilométeres sor van, ezt hallomásból, amit hallottunk. És jellemzően akik érkeznek, ők milyen helyzet vannak, milyen demográfiájuk van, hogy nők, férfiak, javarészt én úgy láttam, hogy nők jöttek. Ilyen 70%-ban, olyan 10-ben gyerekek, 15%-ban több meg férfiak. És mit gondolom, meddig tudják fenntartani itt a menekülteknek az ellátását? Hát mivel polgármester úr szerintem ameddig kell, kit fog tartani. Nagyon jó polgármestere van Záhonynak.